Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, drága Erzsike. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon boldog vagyok. Boldog vagyok, hogy itt lehetek köztetek. És boldog vagyok azért, mert azt hiszem, amit mutatott az Úr nekem, Erzsike már elmondta. Úgyhogy olyan könnyű helyzetben vagyok, hogy még talán soha nem voltam ilyen könnyű helyzetben. Mit mondottál, Erzsike? Mit? Jézus, 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 ami életünk, megváltunk, a gyógyítunk. Elmondta, elmondta. Drága testvéreim, egy tanúbizonysággal szeretnék előállni megint, úgy, mint a múlt alkalommal is. Mégpedig az, hogy ugye már elmondtam, hogy van, amikor imádság közbe, vagy ének közbe, dicsőítés közbe, ahogy most énekeltétek, nem tudom azt az éneket, amit énekeltétek, csak dicsérünk, Atyám. És én veletek énekeltem, de én nyelveken énekeltem. Tehát én is dicsértem őt. Dicsértem őt én is. Annak ellenére, hogy a szöveget nem tudtam. Na és ez a másik, amiről most tanúbizonyságot szeretnék tenni, amit most is hallottatok. Mi volt, amit hallottatok? Hogy beszéd közben elcsuklottam. Ugye? Hangom. Elcsuklott a hangom, vagy éppenséggel elsírom magam. Miért van? Drága testvéreim, 26 éve kérem az Urat, 26, hogy Uram, adj nekem erőt, erősíts meg, ne sírjak a gyülekezetbe. És a keddi beszélgetésünk után, mert akkor beszéltünk az Erzsikével, és azt mondta, hogy ma kapok egy 10-15 percet, hogy szóljak a gyülekezethez. És utána az ima este, utána kaptam egy olyan érzést, gondolatot, és biztos vagyok benne, hogy az Úr szólt. Mit? Azt szólta, hogy amikor ő közel van, megérinti a szívemet, az itt lát, látszik, dicsőség legyen Istennek, dicsőség Istennek, megérzem, egyszerűen megérzem az ő szeretetét. Az ő szeretetét érzem. Nem azt, hogy én mennyire szeretem. Én elmondom neki, hogy mennyire szeretem. Ugye? Elmondhatom a feleségemnek is, hogy szeretlek. Ugye? Elmondhatom neki. De én abból még nem fogom tudni, hogy ő mennyire szeret. És ha azt mondom, hogy Uram, szeretlek, Abba, Atyám, imádlak. Imádlak, szellemben és igazságban imádlak, amint meg van írva, ugye? De attól még nem tudom, hogy ő mennyire szeret, ugye? Hogyha csak én mondom, hogy szeretlek. De ha ő mondja, hogy szeretlek, sőt, meg is cselekszi, megcselekszi, amint olvashatjuk ugye a János evangéliumban. Azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok, és senkiben nincs akkora szeretet, mint aki a barátaiért életeit adja. És Jézus értünk adta az ő életét. Ugye? János evangélium 15-13. De amikor nem azt mondja, hogy a barátaim vagytok, hanem nekem kijelenti, hogy fiam, fiam, az én szavamra figyelmezz,
az én beszédeimre hajtsad a te füledet. És ezt őrizzük meg a szívünkbe. Ugye? Ha odalapozunk a példabeszédek 4-re, ott a példabeszédek 4:20-24-ig olvashatjuk ezeket az igéket. A szívedre vigyázz, mert onnant indul ki minden. Minden onnant indul ki, a jó is, a rossz is, a szép is, a csúnya is. Minden a szívünkből indul ki. Hálát adtam a drága Jóistennek, amikor bejön a feleségem, és előjön belőle a volt mennyasszonyom. És én ott ülök a nappaliba, az íróasztal előtt, mint itt lennék, és a Biblia így, itt az imádságos füzet, itt meg az, amiben a tanításokról írom az igéket. És benéz, már megint a Biblia van előtted. Mert mi legyen előttem? Mi legyen előttem? Egy szerelmes könyv? Az már elfogyott. Az már elfogyott a szerelem. Megmaradt a szeretet. Az 55 éve megmaradt a szeretet. Az még megvan közöttünk. Ugye? Dicsőség legyen a drága jó Istennek. De az, amiről szerettem volna szólni, drága testvéreim, beszéltünk most a kazettáról, mert ugye a költözésnél ez jött ez a rengeteg kazetta, egy nagy dobozban van benne, meg még ilyen kazettatartót is vásároltam, amit mindig vittem magammal, énekeseket, meg tanítást, hogy adjam a gyülekezeti tagoknak. És előjött nem onnan a kazettából, hanem innent, de lehet, hogy nem is innen, hanem innen. Amikor az egyházunk alapítója és vezetője, Jim, arról tanított, hogy milyen jó beszélgető partner. Hát én is nagyon jó beszélgető partner vagyok. És ezt látta rajtam a Jim is. Mert ki a jó beszélgető partner? Az, aki hallgatja Isten igéjét. Aki hallgatja a prédikátort. Miért? Miért? Azt mondja a Róma 10:17. Mert a hit hallásból, a hallás Isten igéje által van. Mit kell akkor hallgatnunk? Az evangéliumot, a prédikációt. Isten igéjét kell, hogy hallgassuk. Ugye? Akkor fogunk fejlődni. Azt mondja a Róma 12:2. Formáld át a te gondolkodás módodat. Miért kell átformálni? Azért kell átformálni, mert hiszen ha belegondolunk, képzeljétek el, hogy a fülem már 74 éves. Ne. Gyengült is a hallásom. És hogy ha a gondolataim is megmaradnak 74 évesnek, és nem újítom meg, hogy az Istennek tetsző legyen, és azért, hogy a gyülekezet odafigyeljen arra, amit mondok, akkor nem értem el semmit. Tehát át kell formálnunk a gondolatainkat. Nos, egy csodálatos tanítása volt Jim Sandersnek, ami eszembe jutott erről a
hallgatásról. Hogy első a hallgatás. Ugye többször hallottunk már olyan tanítást, sőt mi több, az elejében még én is úgy voltam vele, hogy amint olvashatjuk a Jakab levelében, hogy azt mondja Jakab első fejezet 22-es igéjében, hogy az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. És hogyha elgondolkodunk ezen az igén, mit is mond? Hogy cselekedjük meg az igét. De hogy fogod megcselekedni, hogyha egyszer hallottad? Ugyanúgy, mint ahogy most. Nem tőlem hallod ezt először. Én másoktól hallottam, és most újra elmondom neked. Hiszen amikor olvasni tanultunk, milyen sok időbe került, hogy megtanuljuk az ABC-t, utána megtanuljuk összeolvasni. Vagy amikor számoltunk, megtanuljuk sorba a számokat, összeadni, kivonni, szorozni, ugye? Milyen sok időbe telt? Hányszor kellett elolvasnunk? Hányszor kellett meghallgatnunk? A tanítónő hányszor mondta el? Ugye, nagyon sokszor. Nekünk ugyanez kell, ugyanígy kell hallgatnunk Isten igéjét, ahhoz, hogy az az elménken keresztül a szívünkbe kerüljön. És amikor a szívünkbe került Isten igéje, akkor tud megérinteni. Akkor tud megérinteni, mit? A szívedet. A szívedet érinti meg. Sokszor rám szól a feleségem, hogy ne sírjál, apja. Nem akarok én sírni. Hát ez nem egy látszat dolog. Ez egy érzelem. Egy érzelem, mert érzem, hogy mennyire szeret Jézus. Tudod, vannak sokan, akik azzal dicsekednek, hogy figyelj ide, én annyira szeretem Istent, hogy életemet adtam érte. Ugye az úrvacsora után mi történt? Azt mondta Péter, Uram, én kész vagyok meghalni, érted? Mit mondott neki Jézus? Péter, háromszor meg fogsz tagadni engem. Megtörtént? Meg. Péter háromszor tagadta meg. De János az úrvacsorán, ahogy ült Jézus mellett, a keblére hajtotta a fejét, ő tudta, ki lesz az áruló. János nem azt mondta, hogy én mennyire szeretlek. Köszönöm, hogy ennyire szeretsz. Hol olvashatjuk? Csak a János evangéliumban olvashatjuk, hogy azt mondja János, hogy engem az Úr szeret. Nem azt mondja, hogy én mennyire szeretem az Urat. Hogy engem az Úr szeret. És azt a szeretetet, amikor megérzed, hogy azzal a szeretettel, azzal az isteni szeretettel, amit tőle kaphatunk, ugye? Istentől mit kaphatunk? Az isteni szeretetet kaphatjuk tőle. És hogyha azzal a szeretettel megérinti a szívedet, nem tudsz ellenállni. Mert a szeretetet nem ellenállunk a szeretetnek, hanem vágyakozunk a szeretetre. Azért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy a szeretet, az soha el nem múlik. Énekeltük, ugye? Soha el nem múlik a szeretet. Az mindig és mindig megmarad. Olvashatjuk, ugye, az első Korintuszi levél 13. fejezete, a szeretet dicsérete. És ehhez, hogy ezt elérjük, hallgatni kell. Jézushoz miért mentek az emberek? Először is azért, hogy hallgassák, és utána azért, hogy meggyógyuljanak. Ne keverjük össze a sorrendet.
Ne keverjük össze a sorrendet, mert nagyon sokszor összekeverjük. Főleg ezt tévesztjük össze ezzel. Itt a sorrendet. Mert hamarabb megszólalunk, mint ahogy gondolkodunk. És akkor jön a gubanc. Akkor jön a gubanc. De hogyha betartjuk a sorrendet, hogy először ezt használjuk, és utána ezt, akkor nincs gond. Akkor meggondoltuk, megfontoltuk előtte, hogy mit is mondjunk. Ugye elmondtam, hogy Szlovákiában is a fiatal barátainknak az édesapjukkal beszélgettünk. És mindegy, hogy miről beszélgettünk, mindig Isten igéje jött elő. Miért? Miért, drága testvéreim? Hát megmondom. Megmondom. Uram, köszönöm. Köszönöm. Azt mondja, hogy odalapozunk a Máté evangélium 12. fejezetére, és azt mondja, mert a szívnek teljességéből szól a száj. 34-es, igen. Azt mondja, a 35-ös így folytatja. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő gonosz szívéből hozza elő a gonosznak a kincseit. Ugye? Mert mondom néktek, minden hívakodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. De mi nyugodtak lehetünk. Mi nyugodtak lehetünk, mindjárt befejezem még egyike, jó? És befejezem. Nyugodtak lehetünk, mert mi az Úrral vagyunk, és az Úr velünk van. Tudjátok, nem is tudtam az Úrról, hogy ilyen közel lehet kerülni hozzá, de 26 évvel ezelőtt az történt velem, ahogyan olvashatjuk a Jelenések könyve 2. fejezetében. Oda megyek, kopogtatok, és ha beengedsz engem, én veled vacsorálok, és te én velem. Nem csak ajtót nyitottam, ajtót, ablakot, mindent. Mindent. Uram, jöjj! Nem én találtam meg őt, ő talált meg engem. Nekem nem kellett keresni őt, mert ő nem veszett el. Én voltam az elveszett. Én. És megtalált. És ő megtalált. Itt vagyok. Itt vagyok. Akkor tudatlanul azt mondtam neki, Uram, ha engem meggyógyítasz, amíg élek, téged szolgálok. Egy ilyen felelőtlen ígéretet tettem akkor tudatlanul. Tudatlanul. Mert ugye nem tudtam, hogy mit ígérek. Csak azt mondtam, ami a szívembe volt. És meglett. Meglett, ahogyan Jézus mondja. A szív. A szívből származik minden jó. És én hiszem, hogy ez jó. Mert érzem és tudom, és ahogy bizonyította az Úr, már halálos betegségből 12-szer hozott vissza. 12-ször. 12 rákos műtétem volt. Tüdőmnek a fele jobb oldalt hiányzik. De Isten megtart. Megtart, mert ő nagyon szeret. És én ezzel dicsekszem, drága testvéreim. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével. Nem azzal, hogy én mennyire szeretem őt. Ő azt nagyon jól tudja, hogy én mennyire szeretem.
de én is tudom, hogy ő mennyire szeret engem. Drága testvéreim, már a volt mennyasszonyom nem bír magával, úgyhogy befejezem. Már nem azért, mert ő integet, hanem azért, mert megígértem Erzsikének, hogy 15 perc elég volt, ugye? Elég. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgyhogy én az Úr áldását kérem mindegyik őtökre, mert a drága mennyei atyámnak az az óhaja, hogy meg tudjon áldani téged, mert ő már mindent elkészített. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Áldjon az Úr titeket.